Harangozó Tamás képviselő úr, az MSZP vezérszónoka, tessék. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, államtitkár úr. Valóban egy nagyon nagy javaslatcsomag van előttünk, ugye 37 szerintünk törvényből áll a saláta törvény, és ezek közül azért, amikről beszélni is fogok, a döntő többsége egymástól jól elkülöníthető, teljesen különböző tárgykörbe van. Ráadásul olyan komoly eszközöket ad például a nemzetbiztonság területén, amik azt gondoljuk, hogy megértek volna külön törvényt, külön vitát, és mint ahogy az eddigi, akár államtitkáról expozéjából is, vagy az eddigi ellenzéki vezérszónokatból is kiderült, hát a 15 percben igen nehezen lehet összesűríteni még a jogos kritikákat sem, nem azt, hogy ezt rendesen érdemben ki tudjuk beszélni. Gyakorlatilag a 37 törvény címét és az első két sort felolvasnánk, eltenne a 15 perc. De akkor hadd emeljek ki pár továbbra is számunkra kétséges dolgot. Először is hosszan nem fogok arról beszélni, és ezt bocsássák meg nekem, ami támogatható. Kiemelem például az imént említett okmányokra vonatkozó egyszerűsítést, vagy éppen a jogharmonizációs kérdéseket, vagy éppen a koherenciát, vagy egyéb más egyszerűsítést, deregulációt érintő kérdéseket. Ezek támogathatóak, nyilván ezt most külön nem fogom szóba hozni. Ami szerintem fontos, hogy a parlamentben elhangozzon, az az egyik a terrorellátási információs és bűnügyi elemző központ, azaz a TIBEC tekintetében, hogy a felállításakor az ügyészség nyomós indok miatt maradt ki azon együttműködő szervek felsorolásából a nemzetbiztonsági törvényben, akikre kiterjesztették az új nemzetbiztonsági szolgálat elemző, tájékoztató és koordinációs tevékenységét. Az ügyészségek ugyanis nyomozó tevékenységüknek jelentős részét képezik a rendvédelmi szervek állományába tartozó személyekkel és a mentelmi joggal rendelkező személyekkel. Itt nem egyáltalán nem elsősorban magunkról, képviselőkről, bírákról, ügyészekről beszélek elsősorban. Szembeni lefolytatott eljárások. Tehát nyilvánvalóan súlyosan sérthetné az az eljárások érdekét, ha például, és az nyilván az egyeztetésen is elhangzott kritikaként, ha például a nyomozó ügyészek, ha egy rendőrre, ha egy hivatásosra dolgoznak rá, akár korrupciós bűncselekmény miatt is, egy másik rendvédelmi szerv ehhez az adathoz, információhoz hozzájutna, hogy ez a titkos nyomozás, titkos felderítő munka vele szembe folyik. Hogy ezt önök a törvényjavaslatban úgy kívánják megoldani, mert azt elismerik, hogy ez problémát okoz, hogy nemzetbiztonsági legdurvábban a polgárok magánéletét is, és mindenféle garanciális védettségét sértő titkos szolgálati eszközökkel kapcsolatos szabályozásba azt írják bele, hogy a két szerv együttműködési megállapodásba majd lefektetik, hogy milyen körű adatokat adnak át egymásnak, és miért nem. Ilyen tárgykörben továbbra is azt láttam államtitkár, hogy lehet, hogy bonyolult szabályozás. Lehet, hogy több idő kéne rá. Lehet, hogy sokat kéne még rajta gondolkodni, vagy egy picit több energiát belefektetni. De szerintem nonsens, hogy az egyik legfontosabb garanciális szabályokkal körülvett tárgyban a titkosszolgálati eszközök használata és az, hogy ezeket az információkat ki kivel osztja meg. Ebben a témakörben beírunk egy kétharmados törvénybe egy olyan mondatot, hogy majd ezek egymás között megállapodnak, hogy mit osztanak meg egymással, meg mit nem. Hát ennyi erővel állhatna az egész nemzetbiztonsági törvény ebbe az egy passzusból. Hogy majd mindenki mindenről megállapodik, azt csókolom. Szerintem ez nem jó államtitkáról, és továbbra is azt javasoljuk, hogy ez ne maradjon így. Nem lehet a mindenkori rendőri, és vagy TIBEC vezetőre, és a mindenkori legfőbb ügyészre bízni azt, hogy milyen megállapodásokat kötögetnek. A Magyar Országgyűlés szerintem a polgárai védelmében ezt a garanciális szabályt egy ilyen elnagyolt mondattal nem adhatja ki a kezéből. Nekünk ez a meglátásunk. A kibervédelem a 21. század egyik legfontosabb stratégiai kérdése, ebben is egyetértünk. Abban is, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatoknak nagyobb eszközt kell adni arra, hogy meg tudják védeni az államot, vagy akár konkrétan meg tudják védeni az állampolgárok életét és biztonságát bizonyos támadásokkal szemben. Ebben a tekintetben a javaslat a nemzetbiztonsági törvény
8. paragrafus új 7-es bekezdésének D pontjában nagyon erőteljes eszközt az a nemzetbiztonsági szakszolgálat kezébe, hiszen a támadásokkal szembeni aktív fellépés lehetőségének megteremtése önmagában nem kifogásolható, ugyanakkor az alkalmazásának törvényi feltételeiben ről a tervezetben foglaltaktól részletesebben indokolt rendelkezni. Ennek szükségességét jól mutatja, hogy miközben az IBTV igen szélesen meghatározza például a fenyegetés, a kockázat, a biztonsági esemény fogalmait, addig a nemzetbiztonsági törvény még az aktív fellépés feltételeinek és az igazolásul szolgáló támadás körülírását sem tartalmazza. Ez biztos marha unalmas, ahogy így mondom, próbálom magyarul mondani, mindenki értse. Tehát nem lehet, nincs benne a törvényben az, hogy mi az az eset, amikor a nemzetbiztonsági szakszolgálat ezeket a nagyon erőteljes eszközöket használhatja, míg egyébként az IBTV-ben ezek konkrétan meg vannak határozva, hogy mit ért a költő ezeken az eseteken. Addig itt csak úgy általában egy támadás. De mi ez a támadás? Mikor éri el azt a szintet? Azt nagyjából az dönti el, aki ezt az eszközt használhatja. Ebben is jó lett volna még valamilyen garanciát belerakni. Ugyancsak az információ biztonsági és kibervédelemmel van összefüggésben az IBTV-be iktatott rendelkezés, az a 146. paragrafus a javaslatnak, ami szerint a nemzetbiztonsági szakszolgálat vagy a katonai nemzetbiztonsági hivatalattól függően, hogy polgári vagy katonai jellegű a támadás, 90 plusz 90 napra elrendelheti annak az elektronikus hírközlő hálózat útján továbbított adatnak, vagy egyéb információs társadalom összefüggő szolgáltatásnak az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, amely a magyar kibertér biztonságára fenyegetést jelent, és amellyel kapcsolatban az eseménykezelő központ biztonsági eseménykezelést folytathat. Itt jegyzem meg, hogy a honvédelmi résznél én is átsiklottam az egyeztetésen, de jobban elolvasva azt a javaslatot, államtitkár úr, ami azt mondja, hogy honvédelmi érdeket sért vagy veszélyeztet ebben az esetben 290 napra. Bármilyen adatot, vagy adatot közlő szolgáltatót, azaz szervert, internetszolgáltatót, az egész T-Comot, bármit le lehet kapcsolni. Az számomra például biztos, hogy elfogadhatatlan. Tehát a honvédelmi érdeket sért vagy veszélyeztet, vagy olyan országban élünk, ahol a képviselő társunk azért áll büntető bíróság előtt, mert országgyűlési képviselőként egy nem nyilvános honvédelmi adatot valaki szerint, az ügyészség szerint a nyilvánosságra hozott, nyilván az ő megítélése szerint nem ő hozta nyilvánosságra, de ezért büntető bíróság előtt áll országgyűlési képviselőként. Hogy most akkor melyik katona, vagy nem az a katona, vagy az a katonának a gyereke volt ott, vagy nem volt ott. Egy olyan időszakban, ahol országgyűlési képviselőként folyamatosan kvázi fenyegetnek minket, hogy nem merjük megmondani, ne is érdekelje minket, de ha meg is tudjuk, nem merjük nyilvánosan megmondani, hogy mi a magyar honvédség tényleges létszáma, mert az a honvédelmi érdeket sérti. Abban az esetben nekem ez a kifejezés teljesen partalannak tűnik, hiszen még egyszer, ezen törvény alapján, ha valaki ilyet honvédelmi érdeket sért, vagy csak veszélyeztet, 290 napra le lehet lőni azt a szolgáltatást, szolgáltatót, szervert, internetes portált, gondol bármit, aki veszélyeztet. Mondjuk esetleg azért, mert megír egy cikket a honvédsége kapcsolatban, ami nem tetszik. Ebből a szövegből nem derül ki, államtitkárunk még egyszer. Ami az ideiglenes jelleget illeti, valaki elárulja nekem, hogy 290 nap az hol ideiglenes? Egy internetes szolgáltatás tekintetében 290 napra el lehetetleníteni a szolgáltatást, azt a bolygó melyik részén tekintik ideiglenesnek? 290 nap, az fél év, az alatt bármelyik vállalkozás tönkre megy. Az végleges. Hogy milyen célból és miért akarják ezt az eszközt használni, arról hallhattunk ott benne, de azt inkább hadd ne mondja most itt el, nyilvános ülésen, azzal se értek egyet. Szerintem nem lehet a jogalkotást és a jogalkalmazást furkósbotként használni senkivel szemben. Ha valaki megtámadja hazánkat, és ideiglenesen el kell lehetetleníteni azt a szolgáltatót, az nem 290 nap. Ott az egyeztetésen is elhangzott, hogy ezek percekig, órákig, maximum egy vagy két napig tartó támadások. Hogy ezért miért kell törvényben 180 napos lehetőséget adni, ezt továbbra sem értjük, és nem is tudjuk elfogadni, még egyszer mondom, az ideje miatt, nem azért, hogy van ilyen intézmény, az ideje partalan számunkra. A következő témakör
amely biztos nem fogunk egyetérteni, az ugye a létfontosságú rendszerekkel kapcsolatos új szabályozás, amiben a javaslat 136. paragrafusa az LRTV kiegészítésével a különleges jogrend honvédelmi törvényben és katasztrófavédelmi törvényben meghatározott szabályaitól eltérő speciális rendelkezéseket állapít meg a létfontosságú rendszerek tekintetében, amik gyakorlatilag korlátlan beavatkozási jogosultságot adnak a kormánynak. A javaslat szerint a delegált kormányzati összekötő szakemberek, megint megjelennek, ez egy nagyon nagy divat mostanában, feladat és hatáskörét az érintett létfontosságú rendszer együttműködési kötelezettségének tartalmát, valamint felügyelete átvételének feltételeit és rendjét teljes egészében kormányrendelet fogja majd valamikor megállapítani. Tehát ma a parlament csak azt mondja, hogy a jövőben a kormány azt csinál, amit akar, majd rendeletben szabályozza, hogy ezeknek a cégeknek, amik magáncégek is, állami cégek is, létfontosságú rendszer, talán mindenki érti, energetika, alapvető szolgáltatások biztosítása, még egyszer mondom, nagyon komoly magáncégek is vannak benne, ezek feletti felügyeletet a kormány hogyan és miként fogja átvenni. Az a törvényben nem kerül bele, hanem rendeleti úton majd azt csinál, amit akar. Elhangzott, nem tudunk vele egyetérteni, tehát én azt gondoljuk, hogy ezt valamilyen korlátok közé kéne szorítani. Elhangzott. Az a szerintünk cinikus válasz az egyeztetésen, hogy hát most miért mondjuk ezt, ezek legalább törvénybe kerülnek, és ezek további korlátokat fognak jelenteni, hiszen jelenleg az itt a parlamentben elfogadott felhatalmazási törvény értelmében a kormány ma azt csinál, amit akar. Ezt csak azért szerettem volna itt is idézni, mert sokan a kormánypárti képviselőtársaim közül, meg a kormány tagjai közül egyfolytában próbálják tompítani, meg azt mondani, az ellenzék nem mond igazat, de hát a hétpárti egyeztetésen maga a belügyminisztérium fejezte ki érvként, hogy gyakorlatilag ma a kormány azt csinál, amit akar, bármely területen, ez egyébként így van. Örüljünk neki, hogy ez most legalább törvénybe kerül. Államtitkár úr, nem örülünk neki, mert egyébként a Covid-törvény addig adja ezt a lehetőséget a magyar kormánynak, amíg a kormány ezt vissza nem vonja, de előbb-utóbb gondom csak vége lesz. Ez a törvényjavaslat elfogadással pedig minden következő időszakban lévő rendkívüli veszélyhelyzetben vagy rendkívüli helyzetben a kormánynak ezt a korlátlan jogkört odaadja, hogy a legfontosabb cégek fölött átvegye az irányítást. Mi ennek nem látjuk az értelmét. A közfoglalkoztatással, két ima van, csak a közfoglalkoztatás és a nemzetbiztonsági megbízhatósági vizsgálat. Államtitkár úr, szerintem, vagy nem tudom, nem biztos. A többsége a parlamentnek szerintem egyetért azzal, hogy Magyarországon is jó lenne olyan rendezett szép portákat látni, mint tőlünk mondjuk nem olyan távoli Ausztriában. Ehhez amilyen eszközöket föl tud használni az állam, a kormány, az országgyűlés, azt érdemes használni. Én azt állítom, azon túlmenő jogi problémáját is mindjárt elmondom, hogy ez egy teljesen alkalmatlan eszköz. Ha valaki nekem megmondja, hogy attól, hogy mondjuk derékig ér a gaz K. József háza előtt, és ő ezt nem vágja le, ezért elveszem tőle a közmunkát, és azt a lehetőséget, hogy bevételhez jusson. Hogyan fog eltűnni a gaz K. József háza előtt? Mert a K. Józsefet megbüntetem, aki mondjuk nem fizeti ki, és kicsit rendpárti lesz a dolog, amit mondok, de így gondolom. És ezért közérdekű munkába odaviszem K. Józsefet, és levágatom vele a saját háza előtt a füvet, akkor legalább le lesz vágva a fű. Jelen javaslat szerint se a fű nem lesz megvágva, se K. József nem kap lehetőséget arra az életében, hogy egyáltalán egyről a kettőre jusson. Szerintünk alkalmatlan eszköz. Ez a legjobb bajunk vele. Nem az, hogy nem szeretnénk, ha az ország ilyen szempontból előrébb tudna lépni. Jogilag meg az a probléma, hogy 3 évvel ezelőtt hajította ki ez az Alkotmánybíróság úgy, ahogy van ezt a javaslatot, tehát nem tudom azon kívül miben bíznak, hogy cserélgették az Alkotmánybíróság tagjait. Nagyon kíváncsiak leszünk, hogy 3 év alatt bármi változott ebben. Végezetül a megbízhatósági vizsgálattal kapcsolatban még kiterjeszteni további területekre. Elmondtuk, hogy aki hisz ebben a megbízhatósági vizsgálatokban, annak biztos tetszik ez a javaslat. Mi az első perctől kezdve azt mondtuk, hogy amíg a megbízhatósági vizsgálatot, ami azt jelenti, hogy bűncselekménye provokálva lehet rendőröket, rendvédelmi szervek munkatársait, korrupció
csapdájába rakni, és megnézni, hogy hogy viselkedik, amíg ez a szabály államtitkár úr, az államtitkárokra, miniszterekre, a miniszterelnök és népi zenekarának a környezetére, oligarcháira nem terjesztődik ki, addig szerintünk teljesen indokolatlan a rendvédelmi állományt ezzel vegzálni. Szerintünk ott kéne kezdeni a valódi korrupcióban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.